Márpedig a miomák nem szívódnak fel. Legalábbis ezt mondják az orvosok. A nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. Most szeretnék neked megmutatni egy hölgyet, egy közvetlen munkatársamat, és bevágok egy részletet az ő videójából, amiben arról beszél, hogy igenis van ilyen tapasztalata, amikor, hát lehet, hogy a ganoterápiának köszönhetően, ezt nem mondhatjuk biztosan, de nem is zárhatjuk ki, mégiscsak az történt, hogy a miomák eltűntek. Amikor elment nőgyógyászhoz egy ellenőrzésre, és direkt megkérte a nőgyógyászt, hogy tegye már meg, hogy ránéz a miomájára, hogy most éppen milyen méretűek. És a nőgyógyász azt mondta, hogy magának nincs miomája. Be fogom csatolni az ő profilját ide a videóhoz, a TikTokon is, meg a Facebookon is. Ha érintett vagy, vagy egyáltalán csak érdekel a téma, akkor nyugodtan vedd fel vele a kapcsolatot, mert egyrészt rohamléptekkel tanulja a ganoterápiát, másrészt vannak olyan területei ennek az egésznek, amiben ő annyira beleásta magát, mivel érintett, hogy én is hozzáfordulok tanácsért, hogyha van egy hasonló esetem. Úgyhogy jó szívvel ajánlom a figyelmedbe, érdeklődj nála. Nagyon lelkiismeretes ember, és segíteni fog neked is.